Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, amikor az összes ingatlanos hibát elkövették előtted. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub havi előfizetéses klub, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre és legyél klubtag. Ez a téma is egy picit egy ilyen fókuszosabb téma. Illetve február utolsó vasárnapján 10 órakor kipukkad az ingatlan lufi 2022-ben címmel előadást tartok, úgyhogy gyere és legyél ott. Ez azért fontos, mert én úgy gondolom, hogy az összes létező hibát a világban már én előttem biztos, hogy elkövették, sőt én is elkövettem rengeteget. Hát ugye a tanulópénzt az ember mindig fizeti. Akármilyen szinten van, én úgy gondolom, hogy fizeti a tanulópénzt, én is fizetem, csak most már nem milliókat, hanem lehet, hogy néhány tízezer forintot, tehát ennyi a különbség, de fizetek, mindig fizetek. Valamiből mindig tanulok, valamelyik szakember még mindig nem ér oda, amikor kellene, stb. Jó, tehát hogy azért mindig van tanulópénz, ezt nem úszod meg. És ez azért fontos, például ugye erről szól az ingatlanos álmok klub is, főleg a személyes, a havi, teljesen mindegy, hogy okulj ebből a dologból. És itt van a kettes könyvem, ez pontosan ugye, amit én az ingatlan felújítás buktatói lehetőségei címmel írtam, ez tulajdonképpen nem más, mint az én hibáim jegyzéke, hogy ingatlan felújításkor én, hát hogyan vesztettem milliókat, még hogyha nem is így írtam az alcímet, de a lényeg ez, hogy a rengeteg pénzt veszítettem rajta, ami tudással most már felvértezve, legalább ezt el tudom kerülni, mert ha más nem, legalább csirájába el tudom folytatni a kóklereket és az összes többi. Tehát, hogy azért volt értelme, ez a könyv helyrehozta azért azt a veszteséget, ha mondhatok ilyet, de a lényeg az, hogy minden, tehát már elkövették előtted is az összes létező hibát, és ezért jó, és tartom nagyszerűnek például egy ingatlanos álmok klubot is, mert tulajdonképpen tudsz kitől kérdezni, és nem csak én vagyok, hanem van más aktív ingatlan befektető is a klubban, nem is egy, természetesen ugye erről szól a klub, és tudsz kitől kérdezni, és lehet, hogy mondja, hogy te figyelj, ezt megcsináltam, és nem jöttem jól ki belőle, szerintem te ne csináld, vagy legalábbis ne így csináld, ahogy te akarod, és ez, én nyugodtan mondhatom, hogy ez a klub akár egy-egy mondat is neked milliókat hozhat az ingatlan piacon, és én ebben biztos vagyok, meg vagyok győződve, hogy ennél nagyobb segítséget, ha valaki ingatlannal akar foglalkozni, vagy el akar indulni az ingatlan piacon, akkor biztos vagyok benne, hogy nem tud kapni. Úgyhogy a hibákat, minden hibát elkövettek előtted. Az a lényeg, hogy ne akarja mindent egyedül megoldani, mert hát lehet, hogy meg tudod, csak sokkal hosszabb az idő, mint például az én időm is sokkal hosszabb volt. Viszont amennyiben odafigyelek azokra az emberekre, akik tehát tényleg már ott voltak, megcsinálták, végig szívták azt, amit én, és tényleg így ajánlom a kettes könyvemet, ha amennyiben felújítást akarsz csinálni, olvasd el, én biztos vagyok benne, hogy milliókat fog neked az hozni, vagy pedig milliók maradnak a zsebedben, és én biztos vagyok benne, hogy az azért nem mindegy. És mindig arra kell gondolni, hogy ami pénzt esetleg meg tudsz fogni egy ingatlan felújításnál, hogy te azt mennyi idő alatt keresed meg. Tehát mennyi idő alatt keresel meg 1 milliót, 5 milliót, 10 milliót, teljesen mindegy. Jó? Tehát nagyon jól összeraktam én úgy gondolom ezt a könyvet, hogy mi a sorrend, hogyan építsed fel, mire figyelj oda. Ha csak egy 2-3-4 millió forintot tudsz fogni a könyvem segítségével, gondolj bele, elmész rajta nyaralni, vagy menj, tehát tényleg fél év alatt keresed meg azt a pénzt, csak gondolj be, mindig erre gondolj, azt a pénzt, amit elveszítenél, vagy ami tudást esetleg általam kapsz, hogy azt mennyi idő alatt keresed meg, és úgy gondolom, hogyha hosszabb idő, egy fél, egy év, akár több év eltelik, akkor mindenképpen érdemes akár a kettes könyvemet is megvenned, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és február utolsó vasárnapján 10 órakor találkozzunk. See ya.